Bauder Péterrel, a Studio Metropolitana vezetőjével állok itt a Budapest Business Region standjánál Münchenben. Kérdezném is, hogy mik a Studio Metropolitana várakozásai a standdal szemben? Hát mint általában tulajdonképpen az, hogy el tudjuk adni Budapestet, mint egy jó befektetési helyszín, és nyilvánvalóan, hogy ez az együttműködésbe a projektek is el tudják adni saját magukat. És úgy gondolod, hogy el lehet adni ma Budapestet itt Münchenben? Hogyne, nem csak Münchenben, a világban mindenütt el lehet adni Budapestet, pláne hogyha Budapest magabiztosabb tudna lenni ebbe a dologba, és bevállalná azt, hogy ő ennek az újjáalakuló európai térnek, és ebben különösen a kelet-európai, a South Eastern European, tehát a dél-kelet-európai térnek egy nagyon meghatározó és jelentős pozícióval rendelkező, jó fekvésben lévő és sok értékkel rendelkező helye. Ezt kellene tulajdonképpen megjeleníteni. Azt az új pozíciót, amelyre egyszerűen szükség van ebben a kelet-európai térben. Mit gondol, hogy a városnak, Budapest önkormányzatának és a Studio Metropolitának mi a szerepe ezen belül, tehát Budapest úgymond eladásában, tehát a befektetők szemében attraktívá tételében mit tud tenni a város és a Studio Metropolitának? A városnak tulajdonképpen be kell vállalni azt a számára most lehetőségként kínálkozó alkalom is kínálta lehetőséget, hogy ő ez a hely. A Studio Metropolitana próbálja ezt a brandet formálni. Tehát mi azon dolgozunk, hogy azon kívül, hogy darabokban, tehát ilyen projekt szinten gondolkozva meg lehet jeleníteni a várost, hogy sokkal magasabb szinten stratégiailag lehessen ezt a akaratlagos pozíciót kifejezni. Ugye részben ezért keresjük azokat a partnereket, akik ebben a gondolkozásban ezt a különböző brand összetevőket meg tudják határozni. Ugyan még csak hétfő kora délután van, de azért már egy fél nap úgy nagyjából eltelt az idei expórában. Mik az idei tapasztalataik összegezve itt a Budapest annak az eddigi forgalmán? Hát én nekem az az érzésem, hogy általában az emberek inkább, hogy mondjam, mentálisan beszélnek arról, hogy recesszió van. Nekem az az érzésem, hogy a recessziónak tulajdonképpen vége, tehát nincs igazán recesszió. Az, hogy a kiállításon kevesebben jelentek meg, az inkább azt jelenti, hogy az előző időszakból még, hogy mondjam, a költségeiket nem tudták betervezni, hogy ide érdemes jönni. Például egyet kell látni, hogy a lengyelek nagyon nagy számban jelentek meg, jól szervezetten, tehát az országot adják el, sok városukat. Nekem mindig is az a bajom, hogy tulajdonképpen Magyarországról Budapest jelenik meg egyedül, nem jelenik meg az ország, holott itt több más standon is beszélgetve, például Debrecennel, meg egyébbel kapcsolatban kérdeznek a németek, hiszen érdekli őket, miközben testvérvárosok vannak, akik szintén érdeklődnek, hogy a testvérvárosok nincs itt. Tehát nekem az az érzésem, hogy még nagyobb kontextusba kellene helyeznie magát Budapesten, és azon belül nyilván a projekteknek. Magával a látogatottságnak a volumenével elégedett vagyok, hogy ezt soha nem itt kötetnek meg az üzletek. Itt üzlet nem fog kötődni, de az, hogy az érdeklődést fent tudjuk tartani, azt az az érzésem, hogy amellett, hogy nagyon fontos, jelentős kijelentéseket kellene tenni, hogy milyen szerepet, milyen brandet vállal Budapest, amellett Magyarországnak is itt kéne lenni. Hát úgy gondolom, hogy még a befektetőket érdekli Magyarország? Tehát továbbra is rajta vagyunk a térképen? Nem, hogy érdekli, most osztják fel Európát. Tehát Európa újrafelosztása folyik. Románia, Szerbia, Horvátország, Magyarország óriási piacok. És ez a piac, ez elérendő. Ezt a piacot, amelyik mondjuk Bukarestet vegyük, nagyon messze van. A headquartereket, tehát a döntéshozási pontokat keresik ma innen Nyugat-Európából, Franciaországból, Angliából, Németországból. A bajor kapcsolatokkal mindig is erős volt Magyarország, vagy az észak-olasz kapcsolatokkal. Ennek is Magyarországot nagyon sok cég, nem csak azok, akik ott dolgoznak, hanem akik tőle keretre is választják maguknak headquarterként, tehát támaszpontként arra, hogy ezt a keleti piacokat megdolgozzák, és ezért jönnének Magyarországra. De akkor ezt kell kínálni.